tej, milk, gyümölcs, fruit, zöldség, vegetables, sőt, bake. Zsibog a fejem ettől a sok angol szótól. Olyan éhes lettem. Ideje harapni valamit, hogy jobban menjen a tanulás. Ha már angol, jöhet egy kis amerikai fánk, hogy stílusos legyek. Szia! Téged már láttalak valahol. Üdvözöllek! Az lehetséges, mivel sok turista látogat meg és fotóz le nap mint nap. Na meg több ikertestvérem is készült szerte a világban. Ó, tényleg, láttalak már egy csomó fotón. De ne haragudj, nem emlékszem a nevedre. Én Anna vagyok. Örvendek. A nevem a szabadság megvilágosítja a világot. Ó, ez elég különös név. Hívd csak szabadságszobornak. Rendben. Ezek szerint valahol Amerikában vagyok? Pontosabban New Yorkban, a Szabadság-szigeten. Tényleg? Ez a kilátás bámulatos. Szerencsés vagy, hogy itt állhatsz. Igen, én is szerencsésnek tartom magam. Képzeld, eredetileg a Suezi csatornához akart állítani az alkotómegy francia szobrász. Végül Amerikának ajándékoztak. Nem is bánom, itt nagyon jól érzem magam. Ajándékoztak? Hogy? Bizony, az ország függetlenségének 100. évfordulójára. A táblámra, amit a kezemben tartok, ezért vésték fel a függetlenség dátumát. Értem. Szép a koronád. Olyan érdekes, nem tipikus királyi korona. Mert nem vagyok király. Azért köszönöm. Ez egy hétágú korona, ami a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. Tényleg? Nem gondoltam volna. Bizonyám. Nem fárasztó tartani azt a világító lámpást? Az egy fákja a semmiség. Ezzel világítom meg a világot. Hát, nagyon erős és magas vagy. Igen. Ha 4 szürke bálnát egymásra állítanál, talán felérnének hozzám. De magasnak is kell lennem, hogy az óceán felül érkező hajósok engem lássanak meg először. Ezért is húzom ki magam mindig annyira. Aha! Én azonban elfáradtam. Indulnom kell haza. További kellemes áldogálást. Köszönöm szépen, kis hölgy. Vigyázz magadra. Viszlát! Ennyi.